Kórogy már korábban is ismert volt a faluban működő zenekarokról, így nem véletlen, hogy évek óta itt rendezik meg a Kárpát-medencei magyar zenészek találkozóját. A 12. alkalommal tartott találkozón a hazai együttesek mellett magyarországi bandák is húzták a talpalávalót a nemrég felújított kultúrotthonban. Kórogyon a zenélésnek több évtizedes hagyománya van, így itt soha nem jelentett gondot, hogy kimulattasson egy bálban vagy lakodalomban, hiszen muzsikusból sosem volt hiány. Ez adta a zenész találkozó ötletét is még évekkel ezelőtt. Az első időszakban csak helyi, majd környékbeli zenészek érkeztek ide, ám az utóbbi években már más határon túli magyar régiókból is jönnek együttesek, ezért az évek folyamán átalakult Kárpát-medencei zenészek találkozójává. Az idei rendezvényre Magyarországról is érkeztek muzsikusok. Szia, Balázs Gergely, Galaga Expressben zenekarvezető személyesen, illetve a kis csapatom itt Szanaszéta a többi zenész között. Hogy érzitek magatokat itt Kórogyon? Hanyadik alkalommal jöttetek ide? Most vagyunk itt harmadik alkalommal, 2013-ban voltunk itt először. Hát kifejezetten jól érezzük itt magunkat, tehát nem véletlenül vagyunk itt. Nagyon barátságosak az emberek. Mi szintén ugyanolyan falusiak vagyunk, mint a helyiek, úgyhogy asszimilálódunk, nagyon szeretjük a hagyományőrzést. Milyen zenét játszotok? Hát tulajdonképpen mindenfélét, de legtöbbet mulató zenét, csárdás, cigány zenét, foxokat, illetve régi retro slágereket. Nagyon szépen köszönöm, és további jó szórakozást kívánok! Köszönjük szépen! Négy éve a zenészek mellett néptáncosok műsorával is színesítik a rendezvényt, akiknek zenés menettánca még több embert vonz a rendezvényre. A sok évvel ezelőtti lakodalmak hangulatát idézték fel ezzel. A sort a Kórogy Hagyományőrző Egyesület gyermektáncsoportja vezette, őket a vendég egyesületek táncosai követték Nagypiszanicáról, Szent Lászlóról, Dájhegyről. Ezeken kívül a Bukovári és Vinkovcei Magyarok Egyesületének a kórusa és a Magyarországi Abaliget és Nagykarácsony delegációja is a felvonulók között volt. 2011 évben jártak nálunk először Nagykarácsonyban a Kórogyi Hagyományőrző Csoport, ugyanis Nagykarácsonyban működik a Magyarországi Mikulás Ház, és oda jöttek látogatóba, és azóta ismerjük egymást. 2014-ben voltunk először a rendezvényen. Nagyon nagy szívvel, lélekkel jövünk, készülünk, amikor meghívnak bennünket, és én úgy gondolom, hogy nagyon jó kapcsolat alakult ki a két település között. Tehát nem csak egyesület és egyesület között, hanem most már a két falunak a lakossága is nagyon szépen együttműködik. A felvonulás után a művészeti csoportok a Kultúrotthon udvarán felállított szabadtéri színpadon mutatkoztak be, ezzel egy időben pedig egy bogrács gulyás főző verseny is zajlott. Az est fénypontja azonban a zenekarok fellépése volt. Idén 6 együttes húzta a nótát egészen a hajnali órákig. Jelenleg ugye Kórogyon vagyunk, ahol folyik a 12. Kárpát-medencei magyar zenészek találkozója, ahol az idén 6 zenekar jött össze. Magyarországról és Horvátország területéről. Sajnos az idén nem tudtunk vajdasági és erdélyi zenekarokat hozni, de vannak itt erdélyi barátaink, akik megígérték, hogy jövőre ők is itt szeretnének lenni. Igazán ennek a zenész hagyománynak, ugye most már ez 12. alkalommal van, de 2001-ben szerveztük meg igazán az első zenészek találkozóját, úgyhogy kicsit hosszabb a múltja, mint 12 év. Két-három év kihagyással volt, de most úgy látjuk, hogy van rá igény, úgyhogy az egész lényeg ennek a találkozónak az, hogy a zenészek barátkozzanak, ismerkedjenek, azért is, hogy a Kárpát-medencei találkozó, hogy az egész régióból jöjjenek össze, nem a minőséget nézzük, hogy melyik zenekar hogy zenél, mit produkál, hanem hogy találkozzunk, barátkozzunk és ismerkedjünk meg. A zenész találkozót a HMDK és a Kórogy Magyar Hagyományőrző Egyesület szervezte meg a Bethlen Gábor Alapkezelő ZRT, a Tordinci járás, a Zágrábi Kisebbségi Tanács, valamint Vukovár-Szerény megye Magyar Kisebbségi Önkormányzata támogatásával.